A balliberális oldal megmutatta, hogy a sokszor antidemokratikus módszereket alkalmazó Fideszt antidemokratikus módon, antidemokratikus eszközöket felhasználva, politikai diszkriminációt elkövetve szeretné úgy leváltani, hogy még egy karácsonyi adventi időszakban egy kettős kereszt állítást is megtiltanak, illetve Soproni Tamás polgármester most már egyenesen az önkormányzati rendészettel fenyegeti a kettős keresztünket. Azt gondolom, hogy a Soproni Tamás a Momentum, a balliberális egyesült tömb által támogatott polgármestere ezzel az antidemokratikus intézkedéssel több olyan akár büntetőjogi kérdést is felvet, ami miatt feljelentést fogunk tenni. Elsősorban hivatali visszaélés gyanúja az, ami véleményünk szerint megvalósult, ugyanis nem pusztán betiltotta a keresztállításunkat, hanem most már többszörösen a tegnap nekem írt hivatalos levélben is arra hivatkozik, hogy politikai okokból kifejezetten a mi hazánknak nem teszi lehetővé azt, illetve megtiltja, hogy kettős keresztet állítson a nyugati téren az adventi időszakban. Azt gondoljuk emellett, hogy a hivatali visszaélés gyanúján túl az egyenlő bánásmód hatósághoz is kell fordulnunk, hiszen egyértelműen politikai diszkrimináció történt. És szeretném felhívni Soproni Tamásnak, a balliberális oldal polgármesterének a figyelmét arra, hogy amikor az ő pártjának, a Momentumnak a homoszexuális szimpatizánsai Ásotthalmon ellenem tüntettek, én akkor lehetővé tettem, hogy tüntessenek a polgármesteri hivatalunk előtt, lehetővé tettem azt, hogy gyakorolják a demokratikus jogaikat. Teljesen világos és egyértelmű, hogy amit Soproni Tamás elkövet, az túl azon, hogy rágalmazás, hiszen minket rágalmaz, amellett, ahogy mondtam, hivatali visszaélés gyanúját felveti, illetve annak a lehetőségét is felveti, hogy valakinek korrepetálni kellene Soproni Tamást demokrácia elméletből, hogy hogyan is kell működni egy demokráciában egy polgármesternek. Hát elsősorban nem úgy, hogy politikai alapon diszkriminál, illetve megtiltja politikai pártoknak, hogy bármilyen rendezvényt, vagy akár a keresztény vallását gyakorolva kettős keresztet állítson az advent időszakban. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy egy könyvet fogok átadni Soproni Tamásnak, aki nem szeretne velem a jelek szerint találkozni, de én azért megpróbálom megtalálni, hiszen itt van a polgármesteri hivatalban, legalábbis állítólag. A Demokráciák halála című könyvet szeretném neki átadni. Azt gondolom, hogy korrepetálni kell demokráciából ezt az új polgármestert. Én nagyon szívesen vállalom tehát ezt a korrepetálást. Hogyha most nem mer velem találkozni, mert annyira gyáva, akkor szeretettel várom az ásotthalmi polgármesteri hivatalban, azt én vezetem, tehát hogyha oda jön, akkor ki fogom nyitni az ajtómat vele ellentétben. A balliberálisok szeretnek a demokráciára hivatkozni, valójában azonban a leginkább antidemokratikus pártokat tömörítik, és ha már minket lenácizott Soproni Tamás, akkor hagyd tegyem hozzá, hogy a demokrácia jegyében, bár nem örülök annak, hogy ilyen polgármesterek vannak, mint Soproni Tamás, de én magam is elfogadom, és a demokrácia játékszabályai szerint tudomásul veszem, hogy demokratikus úton megválasztottak egy olyan politikust, aki Károlyi Mihály és Kun Béla szellemi, méltó szellemi örököse. Ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha idejük engedi, akkor kérem tartsanak velem, megpróbálom a polgármesteri hivatalban megtalálni Soproni Tamás polgármester urat. Köszönöm. Jó napot! Polgármester úrhoz jöttem, merre van erre, ugye? Köszönöm. Az nincs sajtótájékoztató. Én nem sajtótájékoztató, a polgármester úrnak írtam, és ezért jöttem, hogy találkozzunk. Titkárság válaszolt. A polgármesternek írtak, hogy találkozzunk. Nem ér rá. Itt van, csak nem ér rá? Nem ér rá. Aha, tárgyal a polgármester úr. Akkor megvárom. Jó, Torockai László vagyok. Jó napot kívánok. Írtak nekem levelet. Gondoltam, hogy akkor mondták, hogy ha felteszem a kérdéseimet, akkor válaszolnak, úgyhogy itt vagyok. Jó? Tessék? Levélben. Levélben. És miért félnek velem beszélni? Vagy miért áll itt egy ilyen biztonsági ember? Mert a polgármester
polgármester úr elmondta, hogy... De fél a polgármester úr? Ha én hozzám jön az én polgármesteri hivatalomba, higgye el, hogy nem egy nyugdíjas biztonsági embert fogok ideállítani, hanem kimegyek és beszélek vele. Jó, meg hoztam neki egy ajándékot, ezt vegyék át, legyek olyan kedvesek. Jó, legalább a titkárság, ha ő nem meri átvenni. Nem kérik. Jó, tessék? Nem kérik. Nem merik átvenni? Nem kérik. És magával végeztetik el itt ezt a munkát, hát akkor ide kell, hogy adjan önnek, jó? De én nem fogadtam. Ezt adja át. Hát akkor majd itt, amikor kijön polgármester úr, aki gyáva módon itt elbújik, akkor majd ezt elolvashatja. Nem, önt nem akarom, ez elég csúnya dolog az, hogy egy ilyen fiatal ember ideállítja önt, amikor jövök. Hogyha ő jön, akkor majd én fogok ajtót nyitni az általam vezetett polgármesteri hivatalban. Ennyi a különbség. Egy momentumos, meg egy mi hazánkos között. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.